Minden hazai és külhoni magyar középiskolába eljuttatják a közeljövőben a Kárpát-Pannon térség változó etnikai arculata című kiadványt. A kötetet Répás Zsuzsanna, a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, és Kocsis Károly, a Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Intézetének igazgatója január 24-én sajtótájékoztató keretében mutatta be. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket ma ezen a napon, mert egy olyan kiadványt szeretnénk bemutatni önöknek, amely meggyőződésem, hogy korszakalkotó a magyar tudományosság történetében, és nem kevésbé az a magyar nemzetpolitika szempontjából is. Körülbelül egy esztendővel ezelőtt jelent meg először az a kiadvány, amelynek a legfőbb gondozója Kocsis Károly, és amelyeket itt látnak több példányban is, amelynek a címe a Kárpát-Pannon térség etnikai arculata, és amely az elmúlt 500 év vonatkozásában tekinti át a Kárpát-medence és a Kárpát-medence környéki térségének a etnikai változásait. Körülbelül 12-14 etnikumra vonatkoznak ezek az adatok, nagyon precíz településekre lebontott anyagok, amelyben látjuk, hogy hogyan változott ennek a térségnek az etnikai összetétele a különböző történelmi események során. Nem is beszélnék többet a kötetről, hiszen Kocsis Károlyt ezért kértük meg, hogy vegyen részt a mai sajtótájékoztatónkon. Én arról szeretnék beszélni, hogy miért és mennyire fontos ez a magyar kormány nemzetpolitikája szempontjából. Az, hogy lássuk azt, hogy hogyan alakultak a viszonyok, hogyan alakította a történelem ennek a térségnek a viszonyrendszerét, az nagyon fontos ahhoz, hogy megértsük a mai viszonyokat. Nagyon fontos a mi számunkra, és meggyőződésem, hogy nagyon fontos a velünk ebben a térségben együtt élő többi nemzet, többi nép számára is. És nagyon fontos az, hogy bemutassuk ezt a nagyvilágnak is, ezért külön örülök annak, hogy ez a kötet angol nyelven is készül, tehát két nyelven, magyarul és angolul található meg minden információ a kötetben. Nagyon fontos az, hogy ezek az információk a nagyvilág számára is megismerhetőek legyenek. Ez az atlasz a mi nemzetpolitikai gondolkodásunkat is nagyon sok szempontból segíti. Segíti megérteni azt, hogy hogy alakultak ki a mai viszonyok, mai nemzetiségi viszonyok a Kárpát-medencében, segít megérteni a mi helyzetünket, segít elhelyezni a magyarságot ebben a térségben, ebben a történelmileg kialakult kontextusban. Éppen ezért mi nem csak a napi munkánk során használjuk ezt az atlaszt, hanem az a törekvésünk, hogy ezt minél többen megismerjék a Kárpát-medencében a felnövekvő generációk is. Éppen ezért mi egy együttműködési megállapodást kötöttünk Kocsis Károly által vezetett csapattal, és ennek a megállapodásnak a keretében újra kinyomtatták a kötetet és a CD-t, amelyen az összes térkép szerepel, és ezt a CD-t mi eljuttatjuk most minden magyarországi középiskolába, és minden határon túli középiskolába, és minden határon túli felső tagozatosokkal rendelkező iskolába. Nagyon azt szeretnénk, hogy a felnövekvő generáció a pontos adatokra építve valóban megismerhesse a saját múltját, és abból tudja megismerni a saját jelenét, és így tudjon felkészülni a jövendőre. Összesen tehát 2237 magyarországi és külhoni iskolába, közoktatási intézménybe juttatjuk el ezt a CD-t, amely tartalmazza a Kárpát-Pannon térség változó etnikai arculata című kiadványt. Ebben a munkában segítenek minket a Külhoni Pedagógus Szövetségek, és segít a közoktatásért felelős államtitkárság. Nekik ezúton is szeretnék köszönetet mondani. Nagyon bízom abban, hogy ez a kialakult együttműködés a továbbiakban is folytatódik, és bízom abban, hogy segít saját magunk jobb megismerésében, és ezért abban, hogy jobban tudjuk alakítani közös jövőnket is. Köszönöm szépen a figyelmet, és átadom a szót Kocsis Károlynak. Köszönjük szépen. Államtitkár asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! Az úgynevezett együttműködő csapat, tehát a Magyar Tudományos Akadémia, a címlapon is olvasható, Földrajztudományi Intézetek Kutató Intézete nevében szeretettel üdvözlöm önöket, és néhány szót, néhány percet engedjenek meg, mielőtt a vetítés, a mozgóképes, rövid előadás
az Atlasz gyökereiről elkezdődne, néhány szót ejtsek. Tehát egyik minőségemben, mint a térkép szerkesztője, szerzője, tehát geográfus, illetve az adott intézet igazgatója mellett, tudománypolitikai szempontból is támogattuk ezt a kezdeményezést, hiszen a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság külföldön elnöki bizottságnak az elnöke vagyok, tehát a magyar-magyar határon átívelő tudományos kapcsolatok felelőse, határon kívül reggelt 5 millió magyar tudományos életének is gondnoka vagyok ebben a ciklusban. Az MTA minek a rövidítése? MTA nem azt jelenti, hogy Magyarországi Tudományos Akadémia, hanem az alapítók akaratának megfelelően, amikor minden magyar még egy állam, a Magyar Királyság Magyarország keretén belül él, ez azt jelenti közismerte, hogy Magyar Tudományos Akadémia. Tehát akadémia, az ott folyó kutatások, az ott folyó intézetek tudományos tevékenysége, közfeladatként minden magyar állampolgár és a magyar nemzet minden egyes tagjának éljen bárhol a világon, Kézdivásárhelyen, Pozsonyban, vagy pedig Sydneyben, New York Cityben, egyaránt az akadémiája, egyaránt a tudományos akadémiája. Ilyen szempontból a kutatásai szükségszerűen nem állhatnak meg a jelenlegi magyar államhatároknál, hanem egyrészt az őshonos magyar település területtel, magyarok által évszázadok, egy évezred óta lakott területtel, a Kárpát-medencével kapcsolatosak szükségszerűen, és nem kizárólag csak a Magyarország területén folyó kutatásokat, arra vonatkozó természeti társadalmi jelenségek kutatását foglalja. A tértudománya, tehát a geográfia, illetve az időtudománya, a történettudomány, a téridők keresztjének két meghatározó tudománya, világszerte mindenhol alapvető oszlopa a nemzetpolitikai tevékenységnek, a nemzeti identitás fejlesztésének, erősítésének a térkészek, a geográfusok, azok, akik pilótaként egy képzeletbeli repülőgépen, ahol a társadalom, az utasok ülnek, azoknak magyarázzák a természetföldrajzos, a társadalomföldrajzos, aki a géppel hol lejjebb száll, részletesebb képet mutat a tájról, a hazáról, hol följebb száll, nagyobb áttekintő képet nyújt a hazáról, a területről. Kísérlik meg az összes természeti és társadalomtudományi folyamatokat a térbeliség alapján magyarázni, és pillanatfelvételeket készíteni. Mi is ilyen pillanatfelvételeket készítettünk, arról, hogy hazánk, a Kárpát-medence, illetve annak a szomszédsága, azzal együttesen, ez a elnevezés azt akarja jelenteni, nem szinoníma, mi az, hogy Kárpát-Pannon térség, mi az, hogy Kárpát-medence, tehát a különbség miatt kevernék a fogalmat. A Kárpát-medence a hazánk elnevezése, és annak a szomszédsága azzal együtt, szomszédos ukrán, cseh, bosnyák, román területekkel, az együtt a Kárpát-Pannon régió a mi értelmezésünkben. Ilyen szempontból ez a pillanatfelvétel, számtalan kis fotó, amelyeket önök is megtisztelő módon készítenek rólunk, az elmúlt fél ezer évben próbál pillanatfelvételeket készíteni hazánkról, 1400-as évek végétől az első térképünkön, éppen Mátyás halála utáni egy adóösszeírási időpont volt, 1495, attól kezdve 100 évenként, illetve később a népszámlási időpontokban próbáltunk felvételeket készíteni arról, hogy milyen nyelvi, etnikai közösségek domináltak az adott területen. Majdnem 34 ezer településről van szó, elképesztő adathalmazról. A mai Magyarország területén 3300 közigazgatási egység van, tehát ehhez is lehet hasonlítani ezt az elképesztő munkát, ahol megkísérelve a lehetetlent, próbáljuk a társadalomnak felvázolni, hogy ezek a etnikai térbeli folyamatok az elmúlt fél ezer évben hogyan zajlottak, milyen etnikai, nyelvi küzdelmek zajlottak le. Települések szintjén, tehát nem egyszerű, nagyon sok térképen látható masszatoláshoz hasonlóan nem foltokat látunk, hanem aki ismeri egy adott településnek a kontúrját, hogy néz ki a közigazgatási határa, az be tudja azonosítani, vissza tud menni fél ezer évet, hogy annak a településnek, mondjuk a szülőfalujának, városának milyenek voltak az etnikai viszonyai különböző történelmi időpontokban, és ilyen időutazás után megérkezünk a mához, a 21. század elejéhez, ahol egy hatalmas, ha összeragasztanánk a térkép két felét, 2-3 méteres hatalmas papír felületen tájékozódhatunk falvak, tanyák, városok szintjén elképesztő, szédítő részletességgel a jelenlegi etnikai viszonyokról. Tehát ez a munka a Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Intézetének és általában az akadémiának egyik büszkesége. Ez olyan termék, amelyet a kutatás, a tudomány fejlesztése mellett azért is készített a Magyar Tudományos Akadémia, mert közintézményként, az adófizetők pénzéből fenntartó intézményként ilyen módon is köteles visszaforgatni a tudását az adófizetőknek, a választópolgároknak, a nemzet minden tagjának, és megszolgálni ezt a bizalmat, hogy
hozzájárul a Magyar Tudományos Akadémiának és intézethálózatának a fenntartásához. Tehát a kormányzati munka, ez esetben a nemzetpolitikai kormányzati munka is fontos szempont a tudomány fejlődése, fejlesztése mellett. És ebből a hosszú bevezető után akkor szeretnék áttérni a vetítésre, ahol néhány előzményt mutatnék be, hiszen nem előzmény nélküli, nem hirtelen tegnap kitalált projektről van szó, hanem a 1980-as években kezdődtek az előmunkálatai ennek a műnek. Kezdetben, még a rendszerváltozás előtti időszakban, akkor ugye lényegesebben fiatalember voltam, akkor a Kárpát-medence egyes kisebb, nagyobb régióiról készítettünk etnikai térképeket. Néhányat be is hoztam, bemutatógyanánt. Az első tagja magáról a tágan értelmezett Erdélyről készült, majd Szlovákia, Kárpátalja következett a sorozatban, Vajdaság, Horvátország, az szlovéniai Muravidék, Őrvidék, vagy ahogy németek, vagy a német ajkóosztrákok hívják, Bogland, és utána pedig Magyarország jellegi területe. És akkor döntöttünk úgy, hogy ebből a társadalmi igény, hiszen a szakmai közösség és a részben politikai közösség és a társadalom is jelezte felénk, hogy ezeket a mozaikokat össze kellene rakni egy egészé, és így született meg az elhatározás, hogy MTL közfeladataként a Földrajztudományi Intézet elkészítse ezt a mozaikot, rakjuk össze a legnagyobb sajnálatunkra széthullott politikai mozaikot, a Kárpát-medencét, és hogy az ne a levegőbe lógjon, a szomszédsággal együtt, tehát az egész Kárpát-Pannon régióra mutassuk be ezt a etnikai, nyelvi, rendkívül tarka, kulturális mozaikot. Ezek a korábbi térképek annak idén 2006-ban megjelentek önálló CD formájában, és ez az új büszkeség pedig együttesen mutatja az egészet, természetesen a legújabb adatokkal együtt. A második kiadás nagy érdeme, amiben eltér az első kiadáshoz képest, CD-romon is tartalmaz az információkat. Az első kiadás még a papírformátumú változat mellett csak online a mtfki.hu intézeti honlapunkon volt elérhető, most is, de ott a felbontása nem volt annyira jól élvezhető, éppen ezért döntöttünk úgy az együttműködésünk során, segítve a nemzetpolitikai kormányzati munkát, hogy egy nagyon jó minőségű CD-romot jelentettünk meg, alkalmazkodva a fiatalság igényeihez, amilyet lehet laptopon bárhol használni, és kis területen is tudja használni, nem úgy, mint a papír változatot, ahol muszáj, ha ki akarja hajtogatni nagy térképet, 2-3 méterre van szükség. Ez pedig ugye bizonyos szituációkban nem megoldható. Úgyhogy ha van rá lehetőség, nem tudom, távirányítót ha kaphatnék, akkor azzal vezérelném a diákat. Tehát láthatjuk magát a CD-romot, amelyet ugye feltehetően az érdeklődőknek az államtitkárasszony majd rendelkezésre tud bocsájtani, és akkor maga a Kárpát-Pannon térség. Ez ugyanaz a térkép kivágat, amelyel a tavaly nyáron elindított Magyarország Nemzeti Atlasza, amely minden országban, mint Nemzeti Atlasz, a nemzet személyigazolványa akar lenni. Tehát ezzel dolgozunk, az új Magyar Nemzeti Atlasz projektnél sem állunk meg Magyarország jelenlegi határainál, hanem ahol lehetséges, a természet, a társadalom, gazdaság minden szegmensét igyekszünk a hazánk teljes területére bemutatni. Itt ebben a témakörben, az etnikai, nyelvi témakörnél már előre szaladtunk, mint egy kis részletét ennek a nagy Nemzeti Atlasz projektnek be is tudtuk mutatni. Haladunk tovább, az előzmények 1980-as években, ha még emlékeznek rá a több nyarat megért kollégák, a falurombolás, település szisztematizálás, a Ceausescu diktatúra dühöngésének idején felmerült társadalmi igényt kielégítve elkészítettük Erdély 1986-ra vonatkoztatott anyanyelvi térképét. Utána már a 92-es román népszámlálás eredményei alapján jött későbbi, még részletesebb etnikai térkép Erdélyről, és láthatjuk a különböző Kárpát-medencei régiókat, tájakat, ahol a kutatási eredményeinket publikáltuk. Hiszen ezeket megelőzően nagyszüleink, dédszüleink úgynevezett teleki térképei, néprajzi térképei, melyek a 1910-es, ma már 100 évesnek tekinthető népszámlási adatai nyugodtak, azokat néztük, azokat böngésztük, hogy vajon hogyan néz ki a Kárpát-medence, közben már sejtettük a szocialista urbanizáció miatt is, hogy teljesen átalakult, a szomszédaink teljesen átformálták a Magyarországtól elcsatolt etnikai arculatát ezeknek a tájaknak. Ezért is volt szükség rá, hogy lássuk, hogy tényleg
hogy állunk, hogy néz ki hazánk etnikai arculata. Itt láthatjuk időbeli sorrendben az előzményeket, 97 Erdély, 2000-ben Szlovákia, 2001-ben Kárpátalja, 2003-ban Horvátország, közép-európai, tehát Pannon területei. Jelentettük meg majd a Vajdaság, Muravidék, Őrvidék és magyarországi jelenlegi területe 2009-ben zárta ezt a sorozatot. Csak felvillantanám az előzményeket, amelyeket papírformátumban is láthatnak, tehát Erdély, népesség, arányos kördiagramok, nagyváros, nagy gombóc, kisváros, kisebb, falvak meg, tanyák meg egészen picinkék, és az etnikai arányokat a különböző színekkel a térkép oldalán láthatjuk. Általában a címlapokon törekedtünk a etnikai tisztogatások, erőszakos migráció bemutatására, ott, ahol a vizsgált terület mérete megengedte, és a papírlap mérete is megengedte, hiszen van egy olyan papírlap méret, aminél nagyobbat Magyarországon senki nem tud nyomtatni. Ezt a térképet is ott nyomtattuk ki, ezt a hatalmas térképet, ahol egyáltalán ilyen méretű papír nyomtatás lehetőség van. A honvéd katonai térképészet volt most is, úgy, ahogy annak idején a két világháború között és a másik világháború idején is, az ilyen hatalmas, nagy, nyelvi, etnikai, annak idején úgy hívták, hogy néprajzi térképek nyújtatására alkalmas magyar vállalat. Szlovákia után Kárpátalja következett. Általában mindenhol, ahogy láthatják, 41 környéki állapotok, tehát a világháborús erőszakos deportálások, migrációkat megelőző állapotot is feltüntettük, úgy, ahogy például itt láthatjuk Vajdaság esetében is. Az egyes elcsatolt régiók, szomszédos Kárpát-medencei régiók arculatát igyekeztünk mindig viszonyítani a második világháború előtti állapothoz képest. Tehát a korabeli, akkor legfrissebbnek számító 2002-es román népszállás és a 1941-es helyzet bemutató térkép is mutatta ugyanezt. Muravidék, Őrvidék, mai Magyarország területe, Budapest környéke. És elérkeztünk ahhoz, amelyet büszkeséggel mutatunk be, amelyet ez az atlasz, kemény tokba bilincsbe zárt atlasz is tartalmaz. Két hatalmas lapból áll, sajnos összehajtott, A4-re összehajtogatott formában, ahol ha a kettőt összerakjuk, 2-3 méteres felszíne van szükség, ha valakinek annyira tetszik, hogy szeretné irodája falára feltenni, hogy részletesen, egészen picin település, falvak szintjéig szeretné figyelemmel kísérni a jelenlegi etnikai viszonyokat, és a települések különböző nyelvvariánsait, hiszen ott, ahol jelentős kisebbségek laknak, ott a kisebbségi nyelven is olvashatjuk a település nevét, nem csak az államnyelven, hiszen a magyarat a települések mindegyikénél különös hangsúlyt fektettünk államtitkárasszonya együtt a magyar név megírása, hiszen a magyar földrajzi nevek elválaszthatatlan részei a magyar a nyelvi szókincsnek, melyeket a szótárak, különböző értelmező szótárak nem védenek. Úgymond a konyanyelvi szókincset védjük a szótárainkkal, de a magyar földrajzi szókincset, hogy hívják a falvakat, városainkat, arra is vannak helységünk szótárak, de leginkább a térképek, amelyeket az érdeklődő emberek forgatnak, ott tanulják meg, mint egy szótárt, hogy minek mi a neve. Természetesen nem a nagyvárosok nyelvi nevének a védelmére van szükség, hanem minél kisebb egy település, annál nagyobb védelmet igényel, hogy a magyar nevét is megtanulják a gyerekek. Éppen ezért nélkülözhetetlenek a magyar közoktatási hálózatban. És ezek az etnikai térképek, ahol nem csak a nevet tanulják meg, hanem tisztában vannak a jelenlegi etnikai viszonyokkal. Utána pedig a melléktérképekből láthatunk ízelítő, tehát a tokból kivettük a két nagy térképet, ezek voltak az előbb kihajtva. Jönnek a kis tájékoztató térképek. Hátoldal láthatjuk is 1495, 1784, 1880-tól napjainkig. Kis térképeken, tehát nem olyan hatalmas térképeken, könnyen kezelhető térképeken láthatjuk Mátyás halála után a Kárpát-Pannon térség közigazgatási beosztását, milyen színeket találunk a térképen, mely színek milyen etnikumokat fognak nyújtani. Hátoldalán, most kihajtom azt, amit a vetítve látunk, vannak a források, hiszen ez egy olyan időpont, amikor nem volt népszállás, senki nem kérdezte, hogy ön milyen nemzetiségi, ön milyen nyelvű. Ebben az időszakban ez nyilván senkit nem érdekelt. Így értelemszerűen merül fel a kérdés, hogy honnét veszik, miből gondolják, melyek a források. Természetesen egy ilyen időszakban, 500 évvel ezelőtt áttételes források jöhetnek szóba, az adófizetők családnevének a hangzása. Tehát valakit úgy hívnak, hogy Petrus Égyártó, a keresztnevet nyilván mindig latinul írták, azzal nem megyünk semmire, de a családnév hangzása alapján, akkor még a családnév mondott valamit a hangzása
ha valakit így általának hívtak, akkor feltételezzük, hogy az magyar nyelvű lehetett. Vagy valaki Johannes Novák volt, akkor feltételezzük, hogy szláv etnikumú volt, és így tovább, és így tovább. Itt vannak a források, és maga a térkép, ha megfordítjuk, település határok azok, amelyek segítenek beazonosítani akár falvakat, mai városokat, hogy pontosan abban az időszakban milyen etnikumok lehetnek az hazánk területén. Érdekes foltokat láthatunk, az akkor még nyelvileg nem elmagyarosodott jászok, hunok foltjai, de ez egy sajtótájékoztató, nem tudományos előadás, hiszen arra nincs idők, hogy estig magyarázzam. Hogyha majd megtisztelnek a érdeklődésükkel, figyelmükkel is esetleg elolvassák, akár a magyar és az angol nyelvű szöveges magyarázót egyes régiók szerint, időszakok szerint, akkor természetesen ezeket az információkat megkaphatják, jobban tájékozódhatnak. Itt ez a térkép, amit mutattam így messziről, vékony vonalak tájékoztatnak a települések határairól, és az etnikai viszonyokról pedig a színezés segít eligazodni. 1784, II. Józsefünk népszámlálásának az időszakában, 1880 az első olyan magyar népszámlás, amelyik már rákérdezi önnek, mi az anyanyelve. 1910 az utolsó birodalmi magyar népszámlás, 1930, 1941. július 1. Ebben a háborús időszakban a hónapok, a napok is számítottak, ha etnikai viszonyokat nézzük, a népmozgások, a deportálások, államhatárváltozások időszak. Ahol szürke foltokat látunk, ott sajnálatos adathiány van, pótolhatatlan adathiány. 1960, 1990, 2001, és utána a térképmagyarázó, kétnyelvű térképmagyarázó, tehát magyarul és angolul magyaráz az etnikai folyamatokat, utána pedig táblázatok következnek. Ez a táblázat például Magyar Királyság 1911. évi területén, tehát a Kárpát-medence a Dráva, Duna vonalától északra, tehát horvát-szlavon területek nélkül mutatja, hogy hazánk területén Mátyás halála után hazánk a Kárpát-medence horvát-szlavón területek nélkül területén 2,7 millió lakosból 3/4, 74% volt a magyarnak minősíthetők aránya, tehát egy stabil, domináns magyar többség jellemezte akkor hazánk területét. De ez nem tudományos előadás, vissza is fogom magam, és már is szágulunk tovább egyéb táblázatokra. Ez a Kárpát-medence teljes egésze, ahol 3,1 millió középkor végi magyar lakos esetében kétharmados többséget is meghaladta a magát, sőt nem magát, hanem magyarnak minősíthető lakosság aránya. Egy összefoglaló táblázat a jelenlegi helyzetről, ahol már a 2011-es népszámlások adatait is láthatjuk, ahogy megfigyelhetjük a rendszerváltástól napjainkig, a Kárpát-medence hogyan veszíti a népességét. 30 millióról napjainkra már a Kárpát-medence, ez a politikai, etnikai mozaik már csak egy 28 milliós európai rendkívül tarka makrorégió. Erről is tájékozódhatnak ebben a kiadványunkban, mely remélhetőleg eléri nem csak a tudományos, hanem a nemzetpolitikai tevékenység, vagy a közoktatás terén nekiszánt célokat. Ez az online változata, aki esetleg csak látja valakinél, vagy a sajtóból ő hallja, és tájékozódni szeretne arról, hogy mégis hogy néz ki, türelmetlen, hogy akár akinél okostelefon van, már is beírhatja a www.mtfki.hu ezt a szájtot, és már is olvashatja, nézegetheti, csak nem lesz annyira szép a kép, a felbontás miatt, mint hogyha CD változatban birtokolja, vagy használja. És ez a kis hangulatkeltő kép, amelyik a Kárpát-Panna régiótól elbúcsúzik, én pedig azt a néhány perces figyelmet, amivel megajándékoztak, szeretném megköszönni, és visszaadnám a szót államtitkár asszonynak. Mi köszönjük Kocsis Károlynak az előadását, és még egyszer nagyon hangsúlyosan szeretném megköszönni neki ezt a hatalmas munkát, mert meggyőződésem egy olyan korszakalkotó atlasz készült, amit nem csak a tudományos világ és az oktatás tud használni, hanem bizony a napi politika is, és amire mindannyian közösen büszkék lehetünk.